Thank you.
gondoltam, hogy jobbra vágok, mint én, hogy megjelenjek itt a színpadon, itt a kezdő fergeteges tánc után. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Cirok Mihály vagyok, a Gyulai Erkel Ferenc Alfokú Művészeti Iskolának az intézmény vezetője. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai néptánc, népzene vizsgaelőadásunkra. Mondani valómat egy rövid idézettel kezdeném. Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezek a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza, harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg. Ezt mondta Platón, az ókori görögök egyik legnagyobb filozófusa. Gondolatai örökértékűek. Örökértékűek, hiszen a tánc, a zene, a zene művészetét az emberiség napjainkig műveli. Műveli, átadja, és a művészet érték mellett katartikus élményt nyújt mindazoknak, akik befogadják. A mozgás, a zene nagyon fontos a mai gyerekek számára, akik rengeteg időt töltenek az iskolapadban, rosszabb esetben utána a tévé vagy a számítógép előtt ülve. Ezért minden mozgással, művészetekkel aktívan töltött perc hasznos számukra. A néptánc, a népzene igen intenzíven hat az intellektuális tudásra, és a nemzettudat, magyarságtudat kialakítását is elősegíti, melyet semmilyen más sport vagy egyéb tevékenység nem helyettesíthet, mert ezen dolgok legnagyobb részéről kizárólag a néptánc, népzene órán szerezhetnek tudomást a gyerekek. Ahhoz, hogy felnőttként megtalálják a helyüket a világban, nagyon fontos, hogy megismerjék nem csak a történelmi múltjukat, hanem az egyszerű emberként élő őseik életét is, a néphagyományainkon, népdalainkon, népzenénken, néptáncokon keresztül. 20-30 éve még általános volt a vélemény, hogy a magyar népi kultúra, így a néptánc és a népzene is egy kirakatba való magyarkodó különlegesség. Manapság a néptánc, népzene inkább lett a hétköznapjaink része, mely hasonlít egy divatos különórához, aminek versenyezni kell mindenféle divattánccal, más művészeti ágakkal, különböző sportágakkal is. Szerencse, hogy vannak olyan szülők, akik fontosnak tartják gyermekük nemzettudatos nevelését, a néphagyományok megismerését, hogy ők is táncoltak, zenéltek gyermekkorukban, és ezen pozitív élmények hatására döntöttek úgy, hogy néptáncra, népzene órákra hordják gyermeküket. Gondolom, hogy önök is ilyenek, hiszen nem véletlenül jöttek el a mai vizsgaelőadásunkra sem. Manapság a gyerekeket elég nehéz motiválni. A számítógép az okostelefonok színes csili-vili világában roppant nehéz lekötni egyéb, ezeknél kisebb, talán hasznosabb dologgal a figyelmüket. Ezeken túl nagyon meghatározó a családi háttér, illetve az az élmény, amit elsőre okoz a néptánc a zenével történő találkozás. Holott a tánc, a muzsika is legalább olyan interaktív, mint az appok, amelyek az okos eszközökön futnak, de energiabefektetésből és kitartásból sokkal több kell hozzá. Kérem önöket, hogy gyermekeiket, utódaikat saját jól felfogott érdekünkben és saját érdekünkben biztassuk és ösztönözzük. Őket és a környezetükben lévő gyermekeket is, hogy kezdjenek el a művészetekkel, tánccal, zenével foglalkozni, és ha ezt már megtették, erősítsük bennük a hitet, hogy a jól végzett munkának, mondhatnánk ebben az esetben tanulásnak vagy akár szórakozásnak is meg lesz az eredménye. Mint ahogy ebben az tanévben is megvoltak az eredmények. Tanulóik számos rendezvényen, versenyen, találkozón vettek részt, amelyen szép sikereket értek el. Ezeket most felsorolni nem lenne érdemes, viszont nagyon hosszú lenne a lista, és a mai délutáni előadásnak nem erről kellene szólnia. Az eddigi eredményekhez mindenkinek, tanulóinknak, tanárainknak gratulálok. Szeretném megköszönni nekik, kollégáinknak, név szerint Boriné, Körösi Beatrix, Hajdú István Gergely, Horváth Péter, Kardos György, Petrovics Petra, Szelezsár Rebeka néptánc, valamint Téglás Ferenc népzenetanárunknak az egész éves és a mai előadásba is befektetett munkáját. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kívánok mindenkinek a mai esthez nagyon jó szórakozást és a fellépőknek nagy sikert. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszöntök mindenkit a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc, népzenetanszakos növendékeinek tanítszáró bemutatóján. Tanítványaink az idei tanévben is több városi és megyei rendezvényen szórakoztatták a közönséget. A néptánc tanszakon ebben a tanévben több csoportban mintegy 210 gyermek tanul.
A táncokat betanította Boriné Kőrösi Beatrix, Petrovics Petra, Szelezsán Rebeka, Hajdú István Gergely, Horváth Péter és Kardos György. Az elsőként bemutatott bodroközi táncokat Horváth Péter állította színre, előadták a néptánc tanszak első, második, harmadik évfolyama és a Harukeny gyermektánc együttes tagjai. A tánc stílusának, motivumainak, dalainak tanításában Szelezsán Rebeka és a Harukeny táncműhely tagjai segítettek. Szeretném kiemelni, hogy az első, második, harmadik évfolyam csoportja idén április 29-én Békésen a Békés megyei gyermek és kisegyüttesek találkozóján iskolán történetében először kiemelt aranyminősítést kapott. A tavalyi így bemutatott felcséki táncrendet járták a békési találkozón. Ezzel egy időben meghívást kaptak a 12. Országos Gyermektáncfesztivál gálaműsorába, melyet 2018. június 29-én rendeztek meg Gyulán a Várkertben. Következik a Gyöngyszemek ifjúsági táncegyüttes, akik már 8 éve iskolán tanulói, és ez alatt az idő alatt igazi kis közösségi formálódtak. Rendszeresen vesznek részt megyei országos versenyeken. Legutóbb a Békés megyei gyermek és kisegyüttesek találkozóján Békésen bronz minősítést szereztek. Boriné Kőrösi Beatrix és Kardos György betanításában Györgyvalmi táncokat láthatunk tőlük. A zenekarban Nagybőkön közreműködik ifjabb Ágoson István, második évfolyamos népzenetanszakos tanuló.
azért jöttünk mi ide, én Bolivén Körösi Beatrix vagyok, a kollégám Kardos Györ, mi vezetjük ezt a csoportot, és még minden évben, idén is, a gyerekek maguk közül kiválasztották, hogy ki legyen az év táncosa. És ezt a díjat szeretnék most átadni, én a lányoknak, illetve egy lánynak, méghozzá tudom, ki van elérve. Horváth Anna Judit, aki már harmadjára kapja meg ezt a címet, úgyhogy nagyon gratulálom. Gratulálom neki. Már egyébként ez a hatodik ilyen alkalom, hogy ilyen színpadon átadjuk a gyerekeknek ezt a kis általuk választott kupát, tehát 2013 óta megy. Az idei fiú győztes a gyerekek által kiválasztva Mihály Dávid, aki egy éve táncol. Tudásokat a népzenészeink. Ezek közül is kiemelkedő volt a 2017-es november 20-án Divamágyán megrendezett Kádár Ferenc országos népzene és néptánc verseny, ahol a Most Színpadra lépők közül Baukó Bence, Tóth Levente, Tóth Liliana és Kovács Ella bronz minősítéssel térhettek haza. Most Téglás Ferenc összeállításában morvai népzenét hallunk. Előadják Kovács Ella, Tóth Liliana Furuja, Baukó Bence, Horváth Péter Citera, Tóth Levente Nagybőgő. Majd az első évfolyamos Apró Gyöngyök csoport előadásában Fejér megyéből való táncokat láthatunk. Címe Sudrilum. Felkészítő pedagógusok Szelesán Rebeka és Kartos Követ. I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
amelyben a néptánc dansztag minden nagyobb csoportja képviselteti magát.
Bármilyen nehéz háborús világ vesz körül minket napjainkban, a tánc mindig ott van kapaszkodónak, közösségépítőnek. Ez ihlette ezt a produkciót, melynek címe Katona Dolog. Készítette Petrovics Petra. Thank you.
idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Gyöngyszemek Néptánctábor általános iskola alsós korosztálynak 2018. június 18-22 között a Művészeti Iskolában. Szeretettel várjuk a gyermekeket! Jelentkezni legkésőbb június 11-ig lehet Boriné Kőrösi Beatrix pedagógusnál. A Néptánc Tanszak előkészítő csoportjának több tagja óvodáskora óta táncol. Ebben az évben Horváth Péter vezetésével népi játékokat, moldvai, felcséki és mezőföldi táncokat adottak. A most következő produkciók címe Indulj első. Majd a Téglán zenekar Boncidai forgatós és Sűrű Csárdás fog játszani. Ezután következik a Cimbora Gyermek Táncegyüttes, akik alig fél éve dolgoznak így ebben a felállásban, és idén áprilisban Békésen első minősítésű versenyükön bronz minősítést szereztek. Most Boriné Kőrösi Beatrix, Petrovics Petra, Hajdú István Gergely, Kardos György betanításában lélekföldi táncokat adnak elő. Thank you.
Yeah.
egész éves áldozatos munkáját, hogy hozták, vitték a gyermekeket a próbákra, fellépésekre, versenyekre. Mielőtt az utolsó produkcióra kerülne a sor, még néhány gratulációt tolmácsolnék, először is Balázs Orsolyának, aki a jelenleg osztálykiránduláson tartózkodó Fekete Simonnal imád többször állt ki szép eredménye páros táncversenyeken, illetve Nádasdi Gergelynek, aki a szintén osztálykiránduláson tartózkodó Fekete Sárával együtt tette ugyanezt. Gergő ugyanakkor felvételt nyert a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola néptánc szakára, és 2 éve a Haruken táncegyüttes oszlopos tagja. A most következő Haruken Gyermek Táncegyüttes a Békés megyei gyermek és kisegyüttesek találkozóján ezüst minősítést, a Győzzenek ifjúsági táncegyüttes pedig bronz minősítést ért el. Mindenkinek szívből gratulálunk! A néptánc tanszakon folyó oktatás egyik célja, hogy a táncok alapos elsajátítása után a táncosok újraalkossák azt, saját örömükre rögtözzenek, improvizáljanak. Zárószámként a legrégebben nálunk tanuló fiatalok a táncházak egyik legkedveltebb anyagát, a mezőségi táncokat mutatják be, melynek keretében magyar palatkai és visai táncokat járnak. Nevelő pedagógusok Boriné Körösi Beatrix, Petrovics Petra, Szelezsán Rebeka, Kardos György és Horváth Péter. Köszönjük a figyelmet! További szép estét kívánunk mindenkinek!